Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy TBR videó lesz, ami még soha nem volt a csatornán. Szóval ez igazából olyan alkalom most, ez különleges, mert hogy Zsófi az Olva Zsófi csatornáról rendesen fölborította mindenki februári terveit olvasás szempontjából azzal, hogy bejelentett egy februári fantasy readathont, readalongot, bingót, akármelyiknek nevezhetjük ezt az összes közül. Majd ide szépen belinkelem a videót, és ezt meg tudjátok nézni Zsófinál. Soha nem vettem még részt readathonban, readalongban, semmi ilyesmibe, mert ezek általában egy hetesek, és egy hét alatt sok könyvet kell olvasni, meg általában mindig olyan időpontban vannak, amikor így lehetetlen, hogy annyit tudjak olvasni. De ez most egy teljes hónapon át tartó olvasási maraton lesz, fantasy könyvekkel, és valószínűleg online oktatásban leszek, bár legalábbis én úgy tudom, hogy most már ez fix is talán, hogy online-ban leszek, tehát itthon leszek, kevés órám is lesz ebben a fél évben, úgyhogy jelen pillanatban nem tartom elképzelhetetlennek, hogy én ezt meg tudom csinálni. Van egy ilyen bingo tábla, úgy néz ki, hogy van egy bingo tábla, és két teljesítési módszer van, vagy sort, oszlopot per átlót hozunk ki négy könyvből, vagy az egész táblát annyi könyvből, amennyiből akarjuk, mert hogyha az egész táblát csináljuk, akkor egy könyv több ponthoz is használható. Nekem jelenleg van stratégiám mindkét fajta teljesítése, hogy biztos meglegyem. De most nem a rövidített verziós TBR-omat hozom akkor ide, mert az nyilván a hosszú, a nagy verzióból adódóan lesz kiválogatva, szóval valamilyen módon mindenféleképpen teljesíteni fogom szerintem ezt. De akkor most nézzük, hogy milyen könyveket válogattam össze ahhoz, hogy a teljes bingo táblát lefedjem. Az első és legfontosabb, ami igazából a legtöbb pontot fogja nekem kivitálni, az a Wings of Fire 5. része, a The Brightest Night, azt hiszem az a címe, igen. Ugye én most nagyon olvasom a Wings of Fire sorozatot, amiről ti még annyira talán nem tudtok, mert nem mentek ki ezek az értékelő videóim. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez gyakorlatilag egy 15 részes sorozat jelenleg, de én úgy gondolom, hogy ez jó lesz ahhoz a prompthoz, ahhoz a ponthoz, hogy sorozat záró kötet, mert alapvetően azt a sztorit, amit az első és az ötödik könyv foglal magába, azt ugye az ötödik rész zárja le, és a hatodiktól megint egy új szakasz nyílik az egész történetben, és nekem ez így fejben valahogy úgy néz ki, mint mondjuk van a Percy Jackson sorozat, utána jön a Olympus hősei, ez két külön sorozat, de igazából egymást követik, csak az ugye két sorozat címen fut, ez meg a Wings of Fire meg egyen, úgyhogy én azt ide fogom számolni, de lesz bónuszkönyvem, hogyha belefér és mégse, és azzal tutira jó lesz. Ugyanitt a Wings of Fire jó lesz a nem angol száz szerző ponthoz, mivel Tweety Sutherland venezuelai szerző. Nem ember főszereplő, ugyanis a Wings of Fire-ben ugye sárkányok, abszolút csak sárkányok a főszereplők. Női szerző pontot is pipálok ezzel, és a kisállat túléli pontot is pipálni fogom ezzel szerintem, ugyanis a harmadik részben Glorynak lesz egy házi lajhára, egy lajhár állatkája, és ő egyelőre még él, úgyhogy én őt úgy gondolom, hogy nem is fog meghalni. Remélem. Szóval ez már 5 pont egy könyvvel. A második könyv az a Cinder lesz, amit el kéne olvasnom februárban. Ezt azért fogom egyébként, az eleve tervben volt, mert megkérdeztelek titeket, hogy miről szeretnétek olvasóblogot látni, és jelenleg Cinder áll nyerésre, úgyhogy most már biztos ő lesz, szóval róla lesz olvasóblog is, és ez a könyv, hát a női szerzőhöz is jó egyébként, meg a nem emberi főszereplőhöz, mert ebben azt hiszem kiborgok vannak, vagy hát ilyen kiborg hamupipőke, vagy ilyesmi, de retelling, vagyis ez ugye a hamupipőkét dolgozza föl ilyen cyberpunk helyzetben. Másrészt zsáner keveredés pontot is pipálhatom ezzel, mert ugye ez fantasy, de disztópia, valami ilyesmit. Szóval ennek több zsánere is van, úgyhogy a zsáner keveredéshez is jó lesz. Mert nem csak fantasy könyv. Van egy ilyen pont, hogy 500 plusz oldal, és találtam egy könyvet, ami 504 oldal, úgyhogy az teljesen jó lesz ide, és ezt is amúgy is terveztem februárban olvasni, mert ebből valamiféle közös olvasásunk lesz elvileg. Ez Teodora Gosztól az Alkimista lányának különleges esete. Igen, ez igazából az 500 plusz oldalas pontot fogja nekem pipálni, ha sikerül kiolvasnom. Akkor van egy olyan, ami nincs meg fizikálisan, majd valószínűleg e-könyvben fogom olvasni. Ez a könyv a The House in the Cerulean
Szí, igen. Három pontot fog nekem remélhetőleg kipipálni. Az egyik, hogy BookTube ajánlotta, ugyanis ezt Zsófi miatt akarom egy ideje már elolvasni. Díjra jelölt, Goodreads Choice Awards döntős volt talán, legalábbis jelölve volt rá. Illetőleg LMBTQ pontot is kihúzhatom ezzel a könyvvel. Oké, akkor van még egy olyan, ami hangos könyvben fogom meghallgatni, mert egy ideje már megvan hangos könyvben, csak még nem kezdtem el, mert rákattantam a Wings of Fire-re és azt hallgattam. Ez pedig a The Giver, az emlékek őre, igen. Ez egy rövid könyv, és ezért a rövid könyv novella pontot fogom tudni vele pipálni, és hangos könyv is csak valami 5,5 óra, ami nagyon rövid. Tehát a Wings of Fire-ök is ilyen 8 órásak. Amit előtte hallgattam, ugye az Északi Erdő trilógia, azok 12 órásak voltak, ez meg ahhoz képest csak 5,5 óra. Éppen csak, végig tudom, éppen csak belefér egy oda-vissza Szeged útba. És ezen kívül van egy olyan, ami most ezt terveztem be, mert ez magyar szerzős, ez Palágyi Ervászhozról az Éjkapu, ez egyébként reci könyv, és ez magyar szerző, szóval van egy ilyen pont, hogy magyar szerző, azt ezzel ki tudom pipálni, illetőleg van egy olyan pont, hogy Jézusom, fékezgetnek itt az utcán, úton, hogy más korosztály, ami azt akarja, hogy ugye van a middle grade, a young adult, meg a felnőtt, és a helyzet az, hogy próbáltam úgy, hogy igazából a listában alapból már volt middle grade könyvem, meg young adult könyvem, vagyis ifjúságim, meg gyerekkönyvem, szóval ami nincs a listában jelenleg, az a felnőtt. Fantasy, és ezt annak néztem, hogy ez talán az, mert nem kifejezetten is ifjúsági, úgyhogy ezt annak fogom számítani. És akkor ez megint két pontot kipipál nekem elvileg. Egyébként rettenet sok könyvet választottam ehhez a TBR-hoz, ezért nem tartom túl valószínűleg, hogy végig fogom tudni olvasni az összeset, és ezért van bekészítve a mencsváramnak, hogy csak 4 könyv, de egy sor oszlop vagy átló. És akkor van egy olyan pont, hogy képregény. Egyetlen fantasy képregény van meg nekem, az a Percy Jackson és az Olimposziok második része képregényként. Ezt én ugye már olvastam. És van egy ilyen Jolly Joker, hogyha valamit újra olvasol, akkor az kivált egy másik pontot. Úgyhogy ezt annak is használom, meg a képregénynek is. De egyébként még nem tudom, lehet, hogy majd valami másik képregényt is körbenézek, és azt is beleveszem, hogy ne csak ez legyen, mint újraolvasás. Sajnos olyan könyvet nem találtam, ami olvasatlan, illik a többi ponthoz, megvan, és van benne térkép. Illetőleg a BookTube könyvklub miatt újra fogom olvasni a Büszkeség és balítéletet. Lehet úgyis újraolvasással Jokert szerezni, hogy nem fantasy könyv, csak akkor nem mindegyik pontra használható, és ezt így is úgyis újra fogom olvasni, úgyhogy ha kell, akkor valami pontot ezzel még ki fogok tudni váltani. Na most így ezek szerint erre a fantasy február ridalongra 8 könyvet választottam össze magamnak. Ami egy hónap alatt való teljesítéshez valószínűleg kicsit sok nekem, az átlag 4-5 könyvemmel egy hónapban, de jó, mondjuk a Percy Jackson képregény az gyorsan meg lesz. A Wings of Fire-t kihallgatom simán, az emlékek őrét kihallgatom simán. Ja. Na mindegy, szóval majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Most ezt terveztem be, úgyhogy ezek mellé nem hiszem, hogy nagyon más könyvet be fogok tudni még illeszteni, de majd meglátjuk. Akkor ez az én TBR-om a Fantasy februárra. Ez a nevezésem. Ezzel fogok részt venni. Hú, szurkoljatok, hogy meglegyen mind a 8 könyv. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.